Köszöntöm a Telezöld magazin nézőit. Ma érdekes dolgokról lesz szó, úgyhogy azt gondolom, akik velünk maradnak, azok gondos, bölcs tanácsokat kaphatnak majd például az erdei gyűjtögetésről. De ugye tudják, hogy a Telezöld magazin a Szombathelyi Erdészeti ZRT sokrétű munkáját igyekszik bemutatni. Mi most ebből készítettünk önöknek egy összefoglalót. A Szombathelyi Erdészeti ZRT feladata a jogszabályok szerinti szakszerű természetközeli fenntartható erdőgazdálkodás. A közjó szolgálata mellett fontos a cég jövedelemtermelő képességének megtartása, vagyonának gyarapítása úgy, hogy a kezelésében lévő állami tulajdonú vasmegyei erdők szépségüknek és értéküknek megfelelő helyen szerepeljenek, mind a társadalom, mind az erdőgazdálkodók szakmai megítélésében. Az erdő és a vadgazdálkodás, valamint a természetvédelem egymástól elválaszthatatlan egységet kell, hogy alkosson, ezért az erdésznek, a vadásznak és természetvédőnek közös célok érdekében kell dolgoznia. Vas megyében a Szombathelyi Erdészeti ZRT 45.300 hektár állami tulajdonú erdőben folytat erdőgazdálkodást és 41.200 hektáron vadgazdálkodást. A természeti adottságok változatosak, jellemző a gyertyános, tölgyes klíma, de a Kőszegi hegységben a bükkös, a megye keleti részén pedig a kocsánytalan, tölgyes, cseres klíma is előfordul. Az erdőterület 35%-át fenyő, elsősorban erdei és lucfenyő borítja. A lombos fafajok között 28%-os a tölgyek aránya, amelyet 5-10%-os arányal a cser, gyertyán, bükk és az akác egészítenek ki. A természetszerű erdőkezelés előtérbe helyezésének eredményeként a tölgyek aránya a fenyők rovására folyamatosan növekszik. Ez a változás leginkább az Őrségi Nemzeti Park területén ment végbe, elsősorban a természetvédelmi előírások következtében. A társaság által kezelt területeken a vadgazdálkodás meghatározó termelési tevékenység, amelynek során a cél a természetszerű, fenntartható erdőgazdálkodás nem veszélyeztető minőségi vadállomány fenntartása. A jellemzően nagyvadas adottságú vadászterületeken megtalálható a gím és dámszarvas, az őz, a vaddisznó és a Kőszegi hegységben a muflon. Az éves nagyvad lelövés eléri a 3700 darabot, amelyből 1700-1800 darab a vaddisznó, 1100 darab a gímszarvas és 700-800 darab az őz. Az éves lelövési terv jelentős részét bérvadásztatással értékesíti a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A vadász vendégek külföldről, elsősorban Ausztriából, Németországból érkeznek, de egyre nagyobb számban jelennek meg a hazai vadászok is. A társaság 6 vadászházzal rendelkezik, amelyek minden igényt kielégítenek. A gímszarvas állomány minősége jó, minden évben terítékre kerül 10 kg feletti agancs súlyú bika. Az őzbak állomány közepes minőségű, de vadászata különösen üzekedési időszakban felejthetetlen vadászélményt nyújt. A Kőszegi hegységben található kislétszámú muflon populáció minősége jó, minden évben 80 cm szarvhosszúság feletti kosis terítékre kerül. Dámszarvas a szentpéterfai vadászterületen található, s az állomány minőségének javítása érdekében 2014-ben gutról, vérfrissítés céljából 15 példányt telepítettek be. A jól szervezett eredményes vaddisznóhajtások és terelővadászatok már híresek. A nagy terítékű társas vadászatokra évek óta visszajárnak a törzs vendégek. Nem csupán a vadászatok eredményessége, hanem azok biztonságos előkészítése és lebonyolítása is fontos a társaság számára. A kürt szó, a jól képzett vadászkutya és a vadászat végén a teríték soha nem hiányozhat. A Szombathelyi Erdészeti ZRT számára kiemelkedő fontosságú az erdők közjóléti célú kezelése. Ennek keretében üzemeltetik a Kőszegi hegységben a Steyerházi Erdészeti Erdei Iskolát. Itt az erdei iskolai program mellett magánvendégek fogadására is lehetőség nyílik. Nos, kérem tisztelettel, az állami erdők tehát nyitva vannak, önök előtt is, menjenek bátran, de azért gondolják át, hogy mikor, mit tesznek az erdőben. Például mit gyűjtenek, mondjuk gyümölcsöt, vagy gombát, vagy egyéb más, ne adj Isten, agancsot találnak. Mi a teendő ilyen esetekben, hiszen a gyűjtögetésnek is szabályai vannak. Erről a témakörről beszélgetünk vendégünkkel, Galambos István, okleveles erdőmérnökkel. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, mérnök úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát először is beszéljünk ezekről a jogszabályokról. Ezek mióta léteznek? Ki mit gyűjthet mondjuk az erdőben? Mint életünk minden órájában törvények
befolyásolják a tevékenységünket, szabályozzák a tevékenységünket. Így az erdei melléktermékek gyűjtése, mint például említette a gombák, gyümölcsök, és beszélhetünk az hullott agancsról is, törvényi szabályozás alá esik. Ezt a törvényi szabályozást megtaláljuk a 2009 évi 37. törvényben, amely részletesen foglalkozik a gombagyűjtéssel, a gyümölcsgyűjtéssel, és a vadászati törvény pedig a hullott agancsgyűjtéssel. Meg kell határozni azt, hogy mikor és hol lehet gombát gyűjteni. Most beszélünk a gombákról röviden. Tulajdonképpen az állami erdőkben mindig lehet gombát gyűjteni. A tulajdonos, az állam ez köteles eltűrni ezt a tevékenységet. A magánerdők más elbírálás alá esnek, ott az erdő tulajdonosa adhat erre engedélyt. Na most korlátozva van a gyűjthető mennyiség is mindenképpen, tehát gombából, gyümölcsből naponta egy fő 2 kilogrammot gyűjthet. Ez is nagyon szép mennyiség, én azt gondolom. Ez elég is, mert ugye sokáig nem lehet tárolni a gombát, ezért egy napra ez a mennyiség ez elegendő egy fő részére. Természetesen ezt a gyűjtést, ezt az erdő kezelője korlátozhatja. És a gomba gyűjtő ne lepődjön meg azt, ha az erdő kezelőjének a foglalkoztatásában lévő szakszemélyzet felhívja a gomba gyűjtőnek a figyelmét a törvényi előírások betartására, tehát ne sértődjön meg, tulajdonképpen a törvényt szeretnék érvényesíteni az erdőben is, hogy ott rend legyen. És ugyanez vonatkozik az erdei gyümölcsökre is. Most a magánerdőkben viszont az erdő tulajdonosától kell engedélyt kérni ahhoz, hogy én ott gombát gyűjthessek mindenképpen. Engedélyt lehet kérni a 2 kilogramm fölötti mennyiség gyűjtésére is az erdő kezelőjétől, ez az állami erdőkre vonatkozik, illetve az erdő tulajdonosáról, a magánerdőkre vonatkozik ez. Nagyon szép gyümölcsöket láttunk itt a képeken, amelyek ugye hát szedhetők az erdőben, de ugye nem úgy szedhető, hogy akkor ágastól viszem, mert levágom, hanem mondjuk leszemezve, és nem teszem tönkre magát a növényt. Hát az erdő egy bonyolult életközösség, egy olyan ökoszisztéma, amelynek minden egyes elemére szükség van. Tehát a gyűjtő személy az mindenképpen törekedjen arra, hogy csak azt gyűjtse, amire neki szüksége van. Ne viselkedjünk úgy az erdőbe, hogy ó, ez nekem nem kell, akkor nevezzük így, hogy fölrugom a gombát. Uh-huh. Igen, az az erdő életközösséghez tartozik, az a gomba. Tényleg azokat szedjük fel, ami emberi fogyasztásra alkalmas, egészséges, ehető gomba, és ez nagyon fontos, hogy a gyűjtő ezt tudja, és ugyanez vonatkozik az erdei gyümölcsökre is. Tehát érett gyümölcsöt, egészséges gyümölcsöt szedjük, és csak a termést gyűjtsük benne. Törjük le, vagy ne ássuk ki, és vigyük haza mondjuk pontosan, a növényt. Pontosan. Sokan teszik egyébként ezt úgy. Igen, meggondolatlanok. Mert ami az erdőbe való, az legyen az erdőbe, ami a kiskertbe való, az legyen a kiskertbe. Hát igaziból én tulipánt nem láttam az erdőbe, úgyhogy én nem fogok. Hozott be nekünk egy könyvet is, az azt jelenti, hogy szorgalmazza, hogy aki esetleg elmegy gombászni, éppen azért, hogy amit nem ismer, ne rúgja ki. Vigyünk magunkkal, vagy vigyen magával még az is, aki ismeri a gombákat, egy könyvet? Elhatározom azt, hogy gombát fogok gyűjteni. Ez nagyon szép dolog, tényleg nagyon ízletes a gomba, és tudni kell azt, hogy nagyon sok mérgező gomba van, és van számtalan ehető gomba. Most természetesen az összes gombát nem ismerheti meg egy ember, hisz ez egy hatalmas tudást igényel, de a mindennapi embernek azért tudnia kell, hogy melyek a mérgező gombák, és melyek az ehető gombák. Nem véletlenül vettem előre a mérgező gombákat, hisz hiába beszélünk mi minden évben arról, hogy vigyázni kell, melyek a mérgező gombák, figyeljünk oda, ha nem ismerjük, ne szedjük fel, ha valamit felszedtünk, mutassuk meg szakembernek, aki felelősségteljesen tud nyilatkozni arról, hogy ez ehető vagy nem. Tehát igazából előtte a legfontosabb gombákat tanuljuk meg, ismerjük meg, és ehhez nagyon nagy segítséget nyújtanak a különböző megjelent gombás könyvek. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném kiemelni, hogy jó minőségű könyvet vásároljunk, hogy ne csak felismerhető legyen benne a gomba, hanem meghatározható legyen benne a gomba, hogy tényleg milyen gombát fogok én most felszedni, hogy tényleg tudjam, hogy ez ehető gomba, és ne csináljuk azt, hogy
ne csináljuk azt, hogy bármely gombát én gyorsan felszedem, majd otthon egy szakembernek megmutatom, hisz vannak olyan mérgező gombák, amelynek töredéke, forgása is halálos mérgezést okozhat. Azért a mérgező gombát, ha felismerjük, se rúgjuk ki, ugye? Mert az egy szűkebb élet közösségnek fontos. Ahogy mondtam, ennek a bonyolult élet közösségnek a gyilkos galóca is, a légyölő galóca is, a susulyka is, ugye most mind mérgező gombákat mondtam, eleme, szükség van rá. Az maradjon ott. Nem kell bántani. Beszélgettünk, ugye megemlítettük egészen pontosan a beszélgetés során az agancsgyűjtést. Hát gondolom, hogy az agancs egész más elbírálás alá esik, mint mondjuk a gomba, vagy éppen az erdei gyümölcsök. Igen, más elbírálás alá esik is. Hát ugye ott nem lehet meghatározni azt, hogy 2 kg per nap, per fő, igaziból a elnézést. Vagy akár mondjuk a méretével kapcsolatosan is lehetne ilyen szabályok. Igen, a hullott agancs a vadászatra jogosultnak a tulajdona. Tehát tulajdonképpen lehet gyűjteni a vadászatra jogosult engedélyt, és neki kell leadni. Tehát én, ha elkezdek agancsot gyűjteni, engedély nélkül, akkor én tulajdonképpen jogtalan eltulajdonítást végzek. Érdekes ez, amit most mond, mert az újságokban, kiadványokban, lapokban néha-néha találkozik az ember hirdetésekkel. Méghozzá felvásárlók teszik közzé azt, hogy ők hullott agancsot vásárolnának. Tehát valahol ebben egy kis piacot ér ez az ember, és aki pénzhez akar jutni, az lehet, hogy bemegy az erdőbe, és mondjuk keresi az agancsot, mert tudja, hogy valaki majd átveszi tőle. Számítson arra, hogy baj lehet belőle. Igen, természetesen, törvényellenesen cselekszik, úgyhogy, de sajnos itt is vannak olyan kiskapuk, mint a nemesfém kereskedelem. Úgyhogy. Kit illet meg? Tehát a vadász, aki mondjuk lelövi a vadat, az övé lehet az agancs, ugye? A trófea, igen. A trófea, bocsánat, igen. De annak is megvannak a maga módjai. Magánember hogy juthat hozzá mondjuk egy agancshoz? Hát a vadászatra jogosultól kell engedélyt kérni. Ha ő engedélyezi, akkor tulajdonképpen hullott agancs juthat a tulajdonába. És én úgy gondolom, hogy ezt a vadásztársaság, mivel hogy ő is gazdálkodik, ingyen azért nem fogja adni. Nagyon szépen köszönöm. Galambos István okleveles erdőmérnökkel beszélgettünk. Köszönjük a jó tanácsokat, a praktikumokat, javaslatokat, ötleteket, és azt is, hogy mire figyeljünk oda, hogy az erdő továbbra is nyitottan, nyitva legyen előttünk, mehessünk és élvezhessük előnyeit. Köszönöm a lehetőséget. És akkor most látogassunk el együtt a Szombathelyi Erdészeti ZRT területén lévő kék túra szakaszára, amelyet folyamatosan gondoznak, folyamatosan próbálják meg közjóléti beruházásokkal felújítani. 2015-ben megépül majd többek között a Hörmann forrási vendégház is, Európa első hosszú távú turista útja a Kőszegi hegységben lesz, vagyis az Írott-körnél kezdődik majd. A Kőszegi hegységben már az 1900-as évek elején virágzott a bakancsos turizmus. Nem véletlen tehát, hogy az országos kék túra Magyarország északi tájain végighaladó turista útja az Írott-kőtől Hollóházáig tart. A hossza több mint 1100 kilométer. A kékjelzést követők megismerhetik a természeti szépségeket, a terület növény és állatvilágát, és persze a szombathelyi erdészet kezelésében lévő területeken az erdőgazdaság munkáját is az útvonal mentén elhelyezett ismeretterjesztő táblákról. Írott-kő magaslat alatt vagyunk néhány méterrel. Sok minden miatt fontos az Írott-kő, de itt most azért álltunk meg, mert az országos kék túra, illetve Rockenbayer Pál dél-dunántúli kék túra kezdőpontjánál vagyunk. Ugye mi innen nézzük az egész kék túra rendszert, nekünk itt kezdődik. Aki az Empényi hegységből Nagymilicről indul, neki meg az a kezdőpont. Nekünk erdőgazdaságoknak, tehát nem csak a Szombathelyi Erdőgazdaság nevében mondom ezt, hanem mind a 22 nevében, hogy akinek a területén az országos kék túra halad, neki kiemelt figyelmet kell fordítani az útvonal rendben tartására, illetve nem csak rendben tartására, hanem mellette különböző közjóléti fejlesztésekre. Tehát ha éppen egy parkerdő van a közelben, annak a rendbetétele a feladat, illetve eleve a közelben levő különböző pihenőjeknek a tisztántartása, forrásfoglalások rendbetétele, tehát ez mind része annak, hogy valóban attraktív legyen a kék túra, valóban sokaknak legyen kedve ahhoz, hogy elinduljanak rajta. Ehhez persze az is kell, hogy megfelelő szálláshelyek létesülnek rajta.
A Kőszegi hegység 1980-tól tájvédelmi körzet, ennek köszönhetően, valamint az 1989-ig fenntartott szigorú határzár miatti elszigeteltség következtében a terület megőrizte páratlan szépségét és értékeit. Az írott kőd az Árpád kilátóban tartózkodunk, innen, hogyha a magyar oldalra tekint át, illetve hát azért jegyezzük meg, hogy az írott kő kilátó, illetve az Árpád kilátó az ország határon áll, tehát fele részben osztrák terület, fele részben magyar terület. Na most itt, ha a magyar oldalra tekintünk, egy nyíres sávot látunk, amely az egykori aknazár helyén keletkezett önerdősült területről van szó, és ez végig egész megyében, illetve az egész ország határ mentén, a nyugati ország határ mentén ez megtalálható, ahol erdőben húzódott egykor az aknazár. Nyilván miután felszedték, egy darabig csupaszon tartották a határőrök, de amikor már valódi érdemi szerepe nem volt ennek, akkor hagyták önerdősülni. Jelenleg ez a sáv, ez érdekes elmondani, hogy ez az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van ez a sáv, de mellette az erdő, a tényleges fenyőerdő, amit itt láthatunk, ez a mi kezelünk, az Szombathelyi ZRT kezelésében van. A Hörmann forrástól jövünk föl az Irotkőhöz, akkor nagyon sok helyen az egykori idős erdők helyét látjuk, az erdő felújításokat látjuk. Igen, látjuk, mert a vörös fenyők most már szépen mutatják, hogy azért nem hagyhatjuk magára ezeket az elpusztult lucos területeket, nyilván fel kell újítanunk, fel is újítjuk ezeket. Valóban itt 100-110 éves lucfenyvesek álltak, ezek az éghajlatváltozásnak estek áldozatul, tehát amikor a csapadék hiánya, a hőség hatására kiszárad a talaj, legyengülnek a lucfenyvesek, nincs gyantatartalmuk vagy alig, és ekkor a szú megtámadhatja őket, meg is támadja őket, és elpusztítja. Itt tucat hektár szám pusztult el a lucfenyvesünk. Aztán a pusztuló lucfenyest, a szúkár miatt pusztuló lucfenyest, a viharkár is tetézte még. A Dunántúl legmagasabb pontjáról, a 884 méter magas Irotkőről pazar kilátás nyílik Ausztriára, látszik innen Sopron, a Fertőtó és még Badacsony is. A kedvelt kirándulóhely egykor erről a kőről kapta nevét. Most tényleg az Irotkőnél vagyunk, de sokan vannak még ma is úgy, hogyha följönnek úgymond az Irotkőre, fölmennek a kilátóba, akkor letudták magát az Irotkőt. De még osztrák oldalon egy 30 métert kell még tovább jönni, és akkor érjük valóban azt a sziklát, amit a 17. század óta Irotkőnek nevezünk. Miért is Irotkő? Már csak azért is, mert korábban hívták Szálkőnek, Vütöbnek vagy Fenyőhegynek az egész területet. A 17. században alakult ki a birtok határ, a korábban is említett Batthyány és Eszterházy birtok között, és régen, a régi időkben, tulajdonképpen részben napjainkban is mindig olyasmit használunk birtokhatár jelölésére, ami nyilvánvaló, praktikus, főleg, hogyha közelében esik a tényleges birtokhatárnak. Az ilyen szikla, ez kiválóan alkalmas arra, hogy birtokhatárt jelezzem, és hát én úgy tudom elképzelni, nyilván nem lehettem ott, meg nincs tényleges leírás arra, hogy hogyan történt, de úgy tudom elképzelni, hogy mind a két birtoknak az intézője följött, és akkor járták végig akkurátusan a birtokhatárt, illetve nyilván az akkori hatóságok, mondjuk így. És akkor azt mondták, eddig így hívtuk, hogy Szálkő, erre ráírjuk a betűket, hogy innen ez most birtokhatárkő, és amikor rávésték ugye a sziklába a betűket, akkor tól lett Irotkő a neve. Na most sajnos osztrák részről rákerült ez a résztábla, úgyhogy nem megmutatható már az a három betű, amit általában ismerünk. Tehát egy C, egy B és egy E betű. Az E betűnek a vége egy picikét kilóg a tábla alól. De a CBE betű az én véleményem szerint, de sokak véleménye szerint az a megfejtés, hogy miután a szikla teljes területtel a Batthyány birtokon, tehát Rohonc területén található, ez a C a komesz, tehát a grófot jelenti, a Batthyány, illetve a Batthyány, az E pedig az elemér, tehát a gróf Batthyány elemér lenne a megfejtés. A tájvédelmi körzetben túrázva lépten nyomon találkozhatunk védett növényekkel és állatokkal, ezért itt fokozottan fontos a környezettudatos magatartás. Ismerik például a lyukasleveli Orbánc füvet, az erdei derécét, vagy éppen az erdei ne nyújj hozzámot, más néven ne bánts virágot? Mert ez gyakorlatilag eltűnőben van ez a faj. Valamikor tömeges volt az üdefélnedves erdőknek típusjelző növény. Na most távol-keletről behozták a kisvirágú ne nyújj hozzámot, kisvirágú ne bánts virágot kertekbe, és invazív módon kiszabadult. Most van, ahol
ebben az időszakban ez képezi az aljnövényzetet, vagy a gyepszintet az erdőbe. Ez szorítja ki a... Van, ahol kifejezetten keresnem kell, hogy egyáltalán tudjak mutatni ebből a fajból. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a Kőszegi hegységben erdei iskolát működtet, hogy a gyerekek megismerjék a természeti értékeket és többek között az erdészet munkáját is. Az iskola mellett az erdészeti múzeum is nyitva áll az érdeklődők előtt. 1770-ben épültek ezek az erdészházak, tehát műemléki védettségű épületek, és álltok szép helyen vagyunk. Tehát ezt nyilván a túra tervező is kigondolták, hogy ide érdemes elhozni az embereket, ide irányítani őket. Na de most, hogyha ide irányítjuk őket, akkor legyen valami attrakció. Nem csak az épületek kívülről, hanem egyrészt, ha már kék túra, a túrázóknak nyújtsunk szállás lehetőséget. Ugyan itt nekünk az erdészeti erdéskolánk működik, és annak a szállója van itt mögöttem, de itt bármikor szívesen látom látjuk a kék túrázókat, és hát ha időben szólnak, megkeresnek, akkor mindig, ha egy ember jön, akkor egy embernek is rendelkezésére állok, csoportoknak is persze szívesen. Tehát ilyen értelemben a kék túra mentén fekvő szálláshelyről is beszélhetünk. Illetve itt van a másik épületünkben pedig a múzeum. Hát itt a rendszeres nyitvatartást 2 éve nem tudjuk megoldani. De ha valaki előre jelzi, hogy szeretne ide följönni, akkor állunk rendelkezésre, kinyitjuk és megmutatjuk a múzeumot, és ez esetben díjmentesen történik a bemutatása. A múzeumot egyébként az erdőiskola programban hasznosítjuk. 1769-ben jelent meg Mária Terézia erdőrendtartása. Ez gyakorlatilag parancsértékű volt egy szabad királyi városra nézve, mint amilyen Kőszeg volt. És Kőszegvárosnak az erdőbirtokát ugye innentől kezdve szakszerűen kellett kezelni, ennek az erdőrendtartásnak ez a lényege, hogy onnantól kezdve szabályozni kellett, hogy hol, mikor, mekkora erdőt vágok le, illetve azt, hogy innentől kezdve gondoskodnom kellett az erdő felújításáról, nem telepítésről, egy külön fogalom, erdő felújításról, tehát a letermelt helyén az új erdőállomány megneveléséről, amely rosszabb nem lehet, mint amit eredetileg letermeltem. Tulajdonképpen innen indul az erdész szakma, ettől a rendtartástól, hiszen korábban erdőőrök voltak, erdőkerülők voltak, de az, hogy szakszerű erdőkezelés legyen, nem. Én úgy gondolom, legalább egy-két információ alapján, hogy egyfajta túlképzés is lehetett Steyrországban, mert máshova is, tehát nem csak ide hozzánk Steyrházokhoz, hanem számos helyen a Magyar Királyság területén Steyrországból telepítettek erdészeket. Amikor letelepítették ide a Steyr erdészeket, egyszerűen róluk Steyreknek, Steyroknak, Steyrházaknak nevezték el a helyet, és ez meg is maradt a mai napig ez az elnevezés. A Steyrházak hosszú ideig nem csak a térség erdészeti, hanem turisztikai központja is volt. A Steyrházi Erdészeti Múzeumban vagyunk, de hát a turisztikával is foglalkozik itt ez a mögöttem levő tárló. És hát egy különleges térkép is található itt benn, ami az első átfogó térképi ábrázolása az országos kék túrának. 1938-ban készült ez a térkép. És tudomásom szerint ez most ritkaságnak számít már a térképek körében. Tehát foglalkozunk természetesen a turisztikával, hiszen komoly jelentősége volt mindig is a Kőszegi hegységben. Amikor egyáltalán turisztikáról beszélhetünk már, turizmus beindulásáról 19. században, 20. század elején, akkor az első között a Kőszegi hegység, ahol egyáltalán ez kialakult. Egyáltalán a turista célpontok kialakultak, megfogalmazódtak, illetve azt a turista utak fölfestése is megtörtént. Egy picit a Steyrházaknak is van ehhez kapcsolódása. Amikor már javában jártak turisták fönn itt a Kőszegi hegységben, egyrészt tudták a Steyrházakról, illetve akkor még jóval kevesebb út volt, tehát akkor nem lehetett csak úgy általában mászkálgatni, hanem azért eléggé vezették ezek az utakat, a turistákat is. De mindenképpen célzottan jöttek a Steyrházakhoz, és hát innen éhesen, szomjasan nem kellett tovább menni, mert egyfajta kis vendéglátás is. Ma talán úgy hívhatnánk, hogy falusi turizmus kezdett, akkor itt noha nem egy faluban vagyunk éppenséggel. Tehát kezdett ez kialakulni, illetve hát elmondások szerint, hagyomány szerint, ugye itt a Steyrházaknál levő harangláb, ez néha olyan célt is szolgált,
ugye, amikor tudták, hogy turisták járnak fönn a hegyen, de óriási köd ereszkedett le a területre, és feltétlen eltévedtek, akkor megkongatták a harangot, és akkor a hang irányából tudtak már tájékozódni, hogy hol is vannak, merre kell menni. Tehát egy ilyen fajta segítséget is jelentett ez a harang abban az időszakban, amely egyébként a munkavégzés céljából létesült, tehát munka kezdetét és végét jelezte a dolgozók számára. Az erdőgazdaság turista szállója most is nyitva áll a természetkedvelők előtt. A teljesen felszerelt vendégházban 30 ágy várja a turistákat télen és nyáron egyaránt. A Kőszegi hegységben időjárástól függően közel 60 forrás és úgynevezett szivárgó ismert. A stájerházak mellett néhány méterre található a Ciklámen forrás. Nagyon sokáig ez biztosította a stájerházak vízellátását, illetve még néhány kis vízkivételi hely volt itt a hegyoltalban, mert önmagában ez kevés lett volna. Tehát mind a stájer erdészek számára, mind az utódaik számára, illetve később az itt levő munkásszálló számára, illetve egy kisebb határőrs is működött itt még a 50-es, 60-as években, tehát az ő számukra is elegendő volt ez a víz. De amikor megépítettek ezt a szállót, először mi is úgy gondoltuk, hogy jó lesz ez a vízmennyiség, hiszen tulajdonképpen nem csak a forrásról van szó, sőt nem a forrásról van szó ebben az esetben, hanem az összes szivárgó víz összegyűjtéséről, amit található. Egy hatalmas kutaknába ez meg is történt, most is megvan, mint egy 20 köbméternyi víz van betározva. Azonban ez mégis bizonytalan, ez a vízmennyiség, illetve a vízminőség bizonytalan. Úgyhogy végülis a erdőgazdaság úgy döntött, hogy nem bizonytalankodunk, hanem furtunk egy kutat, és akkor az erdei szálló vízellátása furt kutról történik. És szerencsénkre ennek jó is a vízminősége. Az ATSZ évente, hogy ezt hivatalból vizsgálja. Viszont sajnos el kell azt mondanunk, hogy valamennyi kőszegi hegyi forrásnál bakteriológiailag nem megfelelőek a vizek. Úgyhogy most ezeket ki is tábláztuk. A Ciklámen forrás vízéből táplálkozó kis érben számtalan élőlény lakik, például ez a bolharák, és fontos szaporodási helye a foltos szalamandráknak is. Ezért itt a kifolyónál az erdészek egy kis szalamandra medencét is kialakítottak. A szalamandrán ez pedig úgy néz ki, hogy a peték az anya állat testében már kifejlődnek, lárvákká alakulnak, és szaporodás időszakban az anya állat pusztán annyiban keresi fel a vizet, hogy belehátrál a vízbe, és a kloákán keresztül mintegy megszüli a lárvákat bele a vízbe, amelyek már négy lábbal, farokkal, bojtos kopoltyúkkal rendelkeznek, és azonnal önálló, ragadozó életmódot tudnak folytatni, és például bolharákok vagy a különböző férgek a zsákmány állataik. És hát, hogy ezt be tudjuk mutatni itt az erdőiskolában a gyerekeknek, ezért létesítettük itt az Alpannónia fejlesztési program keretében a Ciklámen forrás megújításakor ezt a szalamandra medencét, tehát így neveztük el. Ez fokozottan védett természeti terület, ahova tilos belépni, hiszen pusztán a lépteinkkel is károkat okozhatunk. Különleges helyen vagyunk, mert egy hegyvidéki éger lábterületén tartózkodunk, a stájnházak a Ciklámen forrás alatt, de ezeket az égerfákat, amik itt körülöttem, mögöttem állnak, illetve némely kőrist talán látjuk még itt, ezeket nem ültette senki. Ez önerdősülés eredménye. Valamikor rét volt. És az éger, ha szereti az ilyen területeket elfoglalni, itt bőséggel van víz, szivárgóvíz, egyrészt a forrás, meg nagyon számos helyen a talaj felszínek közelében áramlik a víz, ezt nevezük szivárgóvízbe, víznek, és erre telepedett itt rá ez az éger láperdő. Na most, de rét volt, és amit itt mutatok, ez egy réti növény tulajdonképpen, úgy hívják, hogy fehér zászpa. Tehát, hogyha valaki botanikai könyvbe utána néz, akkor mindig a rétségekhez, hegyvidéki nedves rétekhez kötik. Na most ő valóban itt telepedett meg egykor a nedves réten, de fölé jött az égererdő. Az égererdő egy fényigényes fafajból álló erdő, amely nem záródik teljesen. Tehát hagy annyi fényt mindig a gyepszintre, vagy a talajszintre, illetve a cserjeszintre, amely elegendő ahhoz, hogy szépen megéljen a fehér zászpa, virítson, virágozzon, és látjuk most júliusban virágzik ez a növény. Róla annyit, hogy nagyon mérgező, és valamikor porrá őrölték, és tetűírtásra alkalmazták, ami elég veszélyes volt, mert más módon is mérgezhetett, tehát komoly mérgezést is lehetett vele okozni. Tehát ők is elmentek, de esetleg az ember is megmérgeződött. Tehát ő a fehér zászma, amely védett növény.
És van itt egy másik védett növényünk, ő már elvirágzott, júniusban nyílik, ő a tündérfürt nevű növény. Nagyon furcsa, de a rózsafélékkel tartja a rokonságot, abban a rendszertani egy kategóriába tartozik. Mindkettő tehát a szivárgó vízre jellemző. A Szombathelyi Erdészeti ZRT folyamatosan rendben tartja a kék túra útvonalát, megtisztítja a források környékét, a Hörman forrás kifolyója fölé még egy esőbeállót is építettek. Ez a vízvételi hely fontos szerepet tölt be a turisták életében. A Kőszegedség legmagasabban fekvő forrásán a 713 méter magasságban vagyunk, tehát ennél magasabban esetleg egy-két szivárgó van még, de az már nem érdemi víznyerő hely. Tehát jellemző az, hogy a turisták mielőtt indulnak a Gyotkőre, itt tankolnak még föl ivóvízzel, és akkor így tudják leküzdeni a csúcstámadást, ugye így lehet végrehajtani, nevezik alaptábornak ezt a Hörman forrási részt, de komolyra fordítva a szót, tehát az itteni összes vízgyűjtő eret, szivárgót korábban összegyűjtötték egy föld alatti ciszternába, és az összegyűlt víz biztosította egyrészt a menedékház, turistaház vízellátását, később pedig a határőrlaktanya ellátását biztosította. És hogyha minden jól megy, nem sokára a határőrlaktanya helyén újra turistaházat fogunk építeni, és annak a vízellátását is újra ez a víznyerő hely fogja biztosítani. És annak érdekében, hogy valóban biztonságos legyen a vízellátás, ezt a ciszternát nemrégiben be is kerítettük, hogy se ember, se állat ne tudjon bemenni. A Népegészségügyi Szolgálat évek óta vizsgálja a szabadvizek minőségét. Idén nem csak a Kőszegi hegység, hanem a megye több forrását is fogyasztásra alkalmatlannak minősítették. Valószínűleg a sok csapadék miatt nőtt meg a vízben a bemosódott szerves anyagmennyiség, amely hányásos, hasmenéses megbetegedést is okozhat. Ez nem egy végleges helyzet, tehát ez nyilván változik. Amit még szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, és felhívni a turisták figyelmét, hogy az illemhelyeket hát mindenképpen használják a kirándulásuk során, hiszen azért nem egyszer a források vízgyűjtő területének hát ilyen jellegű használata után következik be a forrásvíz szennyezése. És az sok eső pedig bemossa ezeket az anyagokat a vízgyűjtő területről a kifolyásig. A források vizét szinte lehetetlen megtisztítani vagy fertőtleníteni, ezért egyelőre tábla figyelmezteti a turistákat arra, hogy a víz nem ivóvíz. A vízgyűjtő területek tisztaságára pedig maguk a kirándulók ügyelhetnek leginkább. A Hörman forrásnál egykor egy többszintes turistaház fogadta a természetszerető vándorokat, a vasfüggöny korszakban viszont a turista paradicsom helyén határőrlaktanya épült. A Kőszegi hegységben több katonai bázis is volt. Itt a Hörman forrás mellett 50-60 határőr teljesített szolgálatot. Az 1990-es évek elejétől üresen állnak az épületek, amelyeket már visszahódít a természet. A csúfoskodó romok helyén hamarosan újra vendégház fogadhatja a turistákat. A Szombathelyi Erdészeti ZRT kérte vagyonkezelésre a területet, és most van folyamatban a szerződéskötés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel, amely alapján a vagyonkezelésünkbe kerülhet ez a nem is kicsi, sőt jelentős nagyságú terület, és szándékunk, tervünk szerint egy ugyanolyan vagy hasonló menedékházat, turistaházat fogunk építeni, mint ami egykor állt a Hörman forrásnál. Tehát egyfajta jogfolytonosság fog majd fölállni, hogy egykor is volt egy turistaház itt a területen, és most újra lesz, és mindez a kék túra, az országos kék túra fejlesztésére alapozva fog elkészülni. Ezek a korabeli fotók az egykor itt álló turistaházról készültek. Ilyen alpesi jellegű vendégfogadó épül várhatóan 2015-ben ide, a Szombathelyi Erdészeti ZRT közjóléti programjának keretében. Most már 3 éve intenzíven fejlesztjük a közjóléti létesítményeket, illetve újakat hozunk létre, és ennek az újaknak a sorába fog illeszkedni a itteni Hörman forrási turistaház. Ugye tavaly adtuk át a szakonyfalui erdészházat, vendégházat, ez a Vendvidéken, az Őrségi Nemzeti Parkhoz kapcsolódóan, és úgy tűnik, hogy ezt már felfedezték a turisták, úgyhogy ott már jönnek és várjuk is a vendégeket. Hasonló, egy kicsikét még annyira nem jól működik, vagy hát még talán meg kell ismertetni a látogatókkal az Ivánci vendégházat. Az erdészet nagy hangsúlyt fektet a kék túra nyomva
útvonalához kapcsolódó fejlesztésekre, hiszen az országos túraútvonal hosszú kilométereken át a Szombathelyi Erdészet ZRT kezelésében lévő erdőterületeken halad át. A velemi Szent Vid temploma mögött ma már csak emlékhely, de 1977-től 1989-ig ez a kő számított a kék túra kezdő és végpontjának, mert az írott kő a határzár miatt csak osztrák oldalról volt látogatható. Kérem tisztelettel, ma a zöld út kivezet egyenesen a parkerdőbe. Megszépült, megújult környezet várja a kikapcsolódni vágyókat. Erről beszélgetünk Csapó György osztályvezető főmérnökkel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. De azért térjünk egy pár gondolat erejéig vissza arra az időszakra, amikor még nem így nézett ki, nem volt ennyire ideális a mai program ajánlónk helyszíne. Igen, ha megengedik, akkor egy kis történeti áttekintés, nagyon röviden. Ugye a Szombathelyi parkerdőnek a 70-es évek közepére nyúlik vissza a története. Világszerte akkor indult el egy olyan program az erdész vonalon, ami az erdő közjóléti szerepét kiemelendő, a rekreációs lehetőségeket, a minél jobb kikapcsolódást biztosítani szerette volna az embereknek. Ezen apropóból a társaságunk jogelődje, akkor a Nyugat-Magyarországi Fogazatsági Kombináthoz tartoztunk, elhatározta, hogy Szombathely város határában is létesít egy ilyen parkerdőt. Ez a 70-es évek közepén el is készült, és én gyerekként még nagyon sokat jártam ide ki, és nagyon szép emlékeim fűznek hozzá, iskolából gyalog jártunk, tehát akkor tényleg betöltötte ezt a szerepét a parkerdő. Ugye az idő múlik, telik, eltelt 30 év, gyakorlatilag 1999, 20 év durván, 99-ben olyan állapotba került a parkerdő, hogy az már balesetveszélyes volt. Akkor a Szombathelyi Erdészeti ZRT, akkor már így hívtak minket, újból elhatározta, hogy megújítja a parkerdőt. Akkor az erdei tornapálya került felújításra, a piknikplac került felújításra, illetőleg egy játszótér készült a velemi Fafaragó stúdió közreműködésével. Azóta megint eltelt 10 év, és itt azért az idő, tehát 20 évből lett 10 év, tehát itt sajnos egy kis olyan probléma is adódott, hogy nem nagyon vigyáztunk a parkerdőre, és vigyáztunk alatt a Szombathely város. Hát nem önökre kell gondolni ilyenkor, azt mondom, a használókra, akik használták, mert azért sokan jártak ki, sokan korábban jártak is a ki, és akik kijártak, nyugodtan mondhatom, hogy a kijárók 95%-a pihenni, szórakozni járt ki. És az az 5%, aki azért járt ki, hogy vandálkodjon, tönkretegye a meglévő berendezéseket, az nagyon szépen el tudja rontani a 95%-nak a szórakozását. Most viszont, ha valaki még nem járt ott, és még nem látta, akkor én azt gondolom, hogy javasoljuk neki, hogy menjen ki. Egyrészt nagyon komoly összegből, nagyon komoly fejlesztést hajtottak végre, modernizálták, én azt gondolom, a teljes környéket, és ráadásul most már egy picit a biztonságra is jobban odafigyelnek, nem véletlen gondolom. Így van, tehát ez a 99-es történések, azok egyre inkább afelé mozdítottak el minket, és a technika fejlődése is, hogy a biztonságra nagyobb figyelmet fordítsunk. Így a központi fogadó részen többek között, és több helyen is kamerát helyeztünk el az ilyen vandalizmus megelőzése céljából. Egyébként az egész beruházás 35 millió forintba került, ezt a Szombathely Erdészeti ZRT saját forrásaiból biztosította. Ennek keretében teljesen megújult a parkerdő, a szalonnasütő piknik placon új szalonnasütők, esőbe álló asztalok, padok kerültek kihelyezésre, megújítottuk minden 8 kilométer hosszban a futófolyosót, turistajelzések 25 kilométeres hosszban összességében fellettek festve, fellettek újítva, a haladva a korral a kerékpározók is
igényeinek is eleget téve túrakerékpár útvonalat alakítottunk. Ez is egy ilyen 8 kilométeres hosszban történt meg. Egy ilyen fitness részleget is kialakítottunk a büfével szemben. Egy streetball pályát. Igen, mostanában ezek a haladni kell a korral, ahogy így van, mondjuk. Így van, tehát nekünk is nyitni kell. Nehogy lejáruljon az idő, beszéljünk még olyan dolgokról, amik aktuálisak és fontosak. Segít-e a kamerarendszer abban, hogy kevesebben hagyják ott a szemetüket, vagy rakják le oda a szemetet? Mert ha jól tudom, akkor ez még mindig probléma. Ez nagyon nagy probléma, tehát jelenleg ez a legnagyobb probléma. Erre óriási pénzeket költ társaságunk évente. Pont a múlt héten volt egy ilyen szemétszedési akciónk. A kamerarendszer az kimondottan ugye a parkerdő főbb részeit világítja figyeli. A szemetezés pedig általában nem a konkrétan a parkerdei létesítményeknél van, ott is van nyilván, de itt a legnagyobb probléma a kiskertekből kikerülő szeméttel van. Tehát jellemzően azokon az utcákon, Erdő utca, Tölgyes utca, azokon az utcákon, amelyek határosak az erdővel, ott ugye ez úgy van, hogy kidobnak egy zacskót, akkor az generálja a többit. Uh-huh. Itt megemlíteném, hogy ugyan nem tűnik annak, de a kiskertekből kihozott ágnyesedék, fű, gazok, az ugyanolyan szemét az erdőben, mint hogyha nylon zacskót dobnánk. Igaz, hogy elbomlik egy idő után, de az erdő összképét az jelentősen rontja. Ami még nehezíti a helyzetünket most, és költségeinket megnöveli, de életbe lépett a hulladékgazdálkodási törvény. Eddig mi magunk összegyűjtöttük, és magunk járművével elvittük az így keletkezett szemetet, most ezt nem tehetjük meg, tehát most külön konténert kell rendelnünk, és csak a Somhul végezheti ezt a szállítást, nem kevés pénzért. Úgyhogy én innét is kérném a kiskert tulajdonosokat és a parkerdőbe járókat, hogy olvassák el figyelmesen a bejáratnál lévő nagy táblát, amire az van odaírva, hogy szeretettel köszöntünk, és csak a lábnyomodat hagyd itt, a szemetedet vidd haza. És bízunk abba, hogy nagyon sok lábnyommal találkozunk, és kevés szeméttel. Még mielőtt elköszönnék, egy gyors örömhírt is közöljünk. Ugye azok kedvéért, akik kimennek oda sütni, főzni, szalonnát sütni, akár nem kell tüzelőt vinni, nem kell szedni az erdőben gajakat, mert hogy az igények még jobb kiszolgálása érdekében társaságunk biztosít úgynevezett zsákos tűzifát a szalonnasütésekhez, amelyet a büfében tudnak megvásárolni a parkerdőben látogatók. Folyamatban van egy információs tábla elkészítése is, csak a szabadságolások miatt ez még nem készült el, amin ez a tájékoztatás meg fog jelenni. És mondom, a büfével, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk egyéb más tekintetben is, ott meg tudják vásárolni kedvezményes áron ezt a tűzifát. Csapó György főmérnök úrnak köszönöm szépen a tájékoztatást, és vigyázzanak a mi parkerdőnkre, ahogy ezt eddig meg is tették. Köszönöm. Azon leszünk, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, jó kirándulást, ne feledjék, az erdők, az államerdők nyitválnak, várják önöket, de csak módjával gyűjtögessenek, és ha minden igaz, akkor ne hagyjanak szemetet, lábnyomot az lehet, miért ne. Ez volt a Telezöld, köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.